Az Árpádi tévéből köszöntöm a Városi Televízió nézőit. Mindenki láthatja, Serényen dolgoznak a munkások. Örömmel jelenthetem, hogy a Ráckevei Árpád híd beleillik a Legek könyvébe. A hídépítővállalat és a közgépvállalat munkatársai együntetően azt mondták, 31 néhány éve dolgoznak a vállalatnál, de ilyen hidat még nem láttak. Ez a híd a következőképpen épült. Az alja zsaluzott beton. Ennek a vasbeton szerkezete teljes egészében előregedett, ezért volt arra szükség, hogy erre egy új acélszerkezetet hordjanak fel. Ezt olyan formában készítették el, hogy a régi betonszerkezetre rátettek egy acélszerkezetet, majd ezt követően pedig eltávolították, kivágták géppel a vasbeton szerkezetnek azon elemét, amelyet nem akartak még körülbelül 2 hónapra tartásra felhasználni. Majd miután az egész vázszerkezet készen lesz, az egész acélhordváz, azt követően a teljes vasbeton szerkezetet kiveszik az új acélszerkezet alól, és ez lesz majd az új hídpálya, amelyet természetesen lesüllyesztenek a réginek a szintjére, és ellátnak megfelelő aszfalt szőnyeggel. A munkások azt is elmondták, hogy az utóbbi időben felgyorsították az ütemet, lévén, hogy szoros már a határidő, hiszen szeptember 20-a körül mindenféleképpen szeretnék a híd tartóelemeit a végleges helyükre tenni. Gyakorlatilag ebből a hídból csak a vasszerkezet marad meg, a függőleges tartók, amelyek a régi íves hídszerkezetet hordozzák, illetve a kereszttartó vas, a többit pedig kiveszik a régi hídelem alól. Hetenként 3 elemet tesznek a helyükre, ezek az elemek előre elkészítve készülnek a hídépítő vállalat bicskei üzemében, amelyet itt aztán beemelnek. Általában 3 naponként tudnak egy-egy ilyen hídelemet a végleges helyére tenni, majd ezt követően korrózióvédelem, festés és következhet a híd végleges átadása. Hát hosszú évek óta húzódó probléma az Eötvös utca állapota. Hát kezdeném azzal, hogy 1989-ben a gázépítés ugye elég jelentős mértékben megbontott ennek az útnak az amúgy is erősen megviselt burkolatát, és hát ez az elmúlt időszak során tovább romlott. A másik probléma pedig az volt, hogy ez az út eredetileg sem úgy készült, hogy megfelelő csapadékvízelvezető rendszerrel együtt, és hát ez magával hordozta azt a problémát, hogy az ide hulló csapadékvíz nagy mértékben tönkretette a burkolatot. És hát a harmadik dolog, amit nem utolsó sorban, de nagyon fontosnak tartom, hogy ez mindegy 20 évvel ezelőtt épült útról van szó, és az egyik legnagyobb forgalmat lebonyolító átkelési szakasz a Ráckevének. Most ez a 3 probléma együttesen rendkívül időszerűvé tette, talán úgy kellene fogalmaznom, hogy már 5 évvel ezelőtt is meg kellett volna ezt csinálni, de hát ugye a pénz nem állt rendelkezésre. A másik dolog, hogy ez nem önkormányzati kezelésben lévő út, ez a Budapesti Közúti Igazgatóságnak a kezelésében lévő úgynevezett országos főközlekedési út átkelési szakasza. Most tudva levő, hogy ezekre a területekre ugye mindig a rangsort az határozza meg, hogy milyen jellegű, és sajnos ez az út a rangsorolásban a utolsó helyen áll, tehát harmadrendű útnak minősül, annak ellenére, hogy Ráckeve szempontjából egy igen fontos dolog. A másik az, hogy ennek az útnak, annak ellenére, hogy a kezelője a Budapesti Közúti Igazgatóság, a rajta lévő közművek közül a csapadékvízelvezetés, továbbá a járdák, azok önkormányzati tulajdonba, illetve kezelésbe kell, hogy legyenek, tehát a megépítése is önkormányzati feladatot képez. Ennek a pénzügyi feltételeinek a biztosítása is ugye nem kis erőfeszítésébe kerül a városnak. Na most mostanra sikerült sokszoros tárgyalásokat követően ennek a pénzügyi fedezetét biztosítani, mégpedig úgy, hogy ebben az évben az Árpád utca és a híd közötti szakasz épülne meg, egyébként ez a legjobban elhasznált rész, és itt érinti a legnagyobb közműépítés, és úgy van tervezve, hogy az Árpád utcától kifelé lévő, tehát az Árpád utca és az Árpád tér közötti szakasz, az pedig egy egyszerűbb, tulajdonképpen szegély újjáépítéssel, járdaépítéssel és a burkolatnak a lemarását követő új burkolattal készülne el.
Milyen új műtárgyak készülnek az úton? Az eredeti terv szerint itt új közműként a csapadékvízelvezető rendszer épülne ki az Árpád utca és a híd között. Megkezdődtek a munkálatok, és időközben kiderült, hogy a 1958-ban elhelyezett ivóvízvezeték rendkívüli mértékben elhasználódott. Egy nagyon gyors intézkedéssel szükségessé vált, hogy lehetőség szerint ne akadályozza a munkát. Egy rekonstrukciós munkának a beindítása, mintegy 500 méteres hosszban új vezeték épül, ami biztosítja azt, hogy az elkészült útnál a következő években remélhetőleg nem lesznek problémák, tehát nem csőtörések és egyebek miatt nem kell ismételten az utat megbontani. Hátráltatja ez a végső határidejét az út elkészültének? Jelen ismereteim szerint én azt hiszem úgy ítélem meg, hogy nem, mert sikerült ezt nagyon gyorsan operatív beavatkozással, szinte órák alatt a üzemeltetővel történő tárgyalást követően szinte 24 órán belül ezt a munkát beindítani, hiszen lehet látni, hogy már most is folyik a munka. Úgy érzem, hogy talán nem fogja befolyásolni a várható átadási, illetve a tervezett átadási határidőt. Hallottuk ezt az október 30-a időpontot, amikor a híd is átadásra kerül. Mindenféle hírközlő eszközökben szó van arról, hogy a híd egy rövid időre lesz zárva. Milyen fejlemények vannak most, és konkrétan mikorra datálható mindez? Igen. Az előzetes kalkulációk és az előzetes tervek szerint a 39. héttel kezdődne a hídnak a lezárása, maximálisan 4 hetes időtartamra, ezt szeretném hangsúlyozni, hogy maximálisan. Mindent megtesz a kivitelező is, és mi is igyekszünk ebben megfelelőképpen befolyásolni, hogy ez az idő rövidüljön, tehát hosszabb időről semmiképpen nem lehet szó. Ez az úgynevezett 39. hét, ez annyit jelent, hogy szeptember 27-től kezdődően, és hát sajnos ez elkerülhetetlen, ugyanis a most elkészült pályaszerkezetnek a leeresztése, a megfelelő szintre történő leeresztése, előzetesen a régi pályaszerkezet elbontása, rögzítése, és a félpályás, átmenetileg félpályás útburkolatnak, az ideiglenes útburkolatnak a kiépítését jelenti. Hát belekalkulálva azokat a szükséges technológiai időket, ami mondjuk adott esetben a beton alap kötése, meg egyebek, ezek sajnos ennél rövidebb időre nem korlátozódhatnak. A forgalomkorlátozás gyalogosokra is érvényes? Nem. Ez kizárólag a gépjármű forgalomra, jármű forgalomra, ez a kivétel természetesen, mert jármű a kerékpár is. Kerékpárosok és a gyalogosok végig használhatják a hidat, tehát ilyen korlátozásról nem kerül sor. A heti híradó stábja szemrevételezte még a híd lezárása előtt, pénteken, milyen állapotban van a híd. Felvételeink tehát nem a jelenlegi állapotot, ahogy mostanában néztük, egy kicsit előbbre tart már, hanem egy korábbi állapotot rögzít. Mint azt a képeken jól láthatják, és korábban már utaltunk rá filmhíreinkben, a régi híd tartó pillérei kivágják az új híd szerkezete alól, ezeket pontonokra rakják, majd pedig a finom kerámia művek üdülője előtti partszakaszon ezeket a betontömböket darabokra vágják és elszállítják. Ma már a hídépület abban a formájában áll szerkezetkészen, hogy a lesülyeztés stádiumát próbálja az elkövetkező időkben még várni. Kialakítják mind a két hídpillérnél azokat a tartó szerkezeteket, amelyek majd az egész pályatestet a végleges aszfaltburkolat elnyerése után tartani fogják. Reményeink szerint huzamosabb ideig, mint ezt a hidat készítették a II. Világháborút követően.